Nagy örömmel szolgál, hogy a megye összes választási irodájának vezetője elfogadta meghívásunkat. Dr. Korosi Ildikó, a Tolna megyei önkormányzat főjegyzője nyitotta meg a 2022-es országgyűlési választások felkészítő találkozóját. Az esemény célja az volt, hogy minden hivatal megfelelően előkészüljön az április 3-ai választásra, hogy az zökkenőmentesen zajlódjon le. A találkozón részt vett Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke is. A Nemzeti Választási Iroda már ősszel megkezdte a területi és a helyi szervek felkészítését, és ennek egy következő állomásaként a megye által szervezett képzésre, ha lehet, és itt most sor is tudott kerülni rá, mi is eljövünk, és megosztjuk a legfontosabb, legújabb tudnivalókat. Itt alapvetően a közös eljárásban kérelemkezelés, a szavazás napi teendők azok a legfontosabb témák, amiket most a kollégákkal át fogunk beszélni. Az idei évi voksolás több okból is rendhagyó lesz. Egyrészt, mert közös eljárásban bonyolódik le az országgyűlési képviselő választás a népszavazással, de a helyzetet tovább bonyolítja a még fennálló koronavírus járvány is. A választásra is nyilván hatással van a COVID, mert azért az óvintézkedéseket meg kell tenniük, illetve most a mozgóurnás eljárásban is egy speciális idézőjelben lehetőség az, hogy aki COVID-fertőzés miatt karanténban van, ők is kérhetnek mozgóurnát. Ugye eddig ez nyilván nem volt, mert hogy eddig szerencsére nem találkoztunk a COVID-fertőzéssel, és hát ugye arra is fel kell készülniük a választási irodák vezetőinek, illetve a szavazatszámláló bizottságoknak, hogy akár az utolsó pillanatban is kieshetnek munkatársak. Ezért azt javasolják minden hivatalnak, hogy jóval több tartalékossal számoljanak majd annak érdekében, hogy gördülékenyen menjen a választás és a népszavazás április 3-án.